Jakari. Jakari, 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 Jakari. A bátor kis indián száguldozik Póni lován. Jakari és Kismendörgés. Jakari és Kismendörgés. Vágtat vele, mint a szél, az állatok nyelvén is beszél. Jakari, Jakari, Jakari. A bülénycsorda. Juhú! Négyet egyszerre! Ez nem rossz, de nem nyerhetsz ellenem, mert én az összeset leütöm, Jakari! Nézd! Hát ez meg micsoda? Biztos földrengés! Bölények, most vonulnak át a síkságon. A vadászok végre szerezhetnek húst a törzsnek. Remélem, egy nap majd én is a vadászokkal tarthatok. A vadászat sikeres volt. Vakondak annyi bülényt küldött a síkságra, amennyit már nagyon régen nem láttunk errefelé. Hála neki, még jó pár teli holdig lesz elegendő húsunk. Köszönetet kell mondanunk a bölényeknek is a húsukért, és a bőrükért, ami melegen tart minket télen. Úgy van. Nélkülük a szíjúk nem lennének ilyen erősek. A bölények az élet és halál urai a prédon. Jól beszélsz, békés szikla! Ünnepeljük meg a vadászatot! Ez volt a legnagyobb bölénycsorda, amelyik itt a prérin járt. Látni akarom? Fogadjunk, hogy egész közel megyek hozzájuk, anélkül, hogy eltaposnának. Én állom a fogadást. Jakari, arra! Köszönöm, de én is tudok nyomot olvasni. Akkor most merre? Arra! Tényleg? A fűszálak arra hajlanak. És a virágok is frissek, még a csorda nem régen járhatott erre. Nézd, ki van ott! Lassú kígyó még csak most ér vissza a tegnapi vadászatból. Gyerünk! Ilyá! Csak friss bölénynyomok abba az irányba vezetnek. Fentről körülnézek. Hát, ha meglátom őket. De várj meg itt lent. Szemtelen moszkitók. Üdvözöllek, fiatal barátom! Te meg miféle szörny vagy? Ez itt sár rajtad? Azért veszünk sárfürdőt, hogy megvédjen minket a szemtelen moszkitóktól. Á, ez nagyon ravasz. De miért csak egyedül vagy? A többiek hol vannak? Na, én vagyok a csorda őrszeme. Én figyelmeztetem őket, ha ragadozók járnak a közelben. Például az emberek? Nem kell aggódnod, én nem azért jöttem, hogy vadásszak. A vadászatnak vége.
Csak a préri farkastól kell tartanunk. És mondd, hol van a csorda? Ott. Hű, több ezren vagytok. Szerinted közelebb mehetnék a barátaidhoz? A bölényeknek már nem kell tartaniuk a szíjuktól, és nektek sem a bölényektől. Ne! Állj! Hagyd békén! Hát ezt épp csak megúsztam. Ó, ne! Körbevettek! Gyere, Jakari! Ugorj a hátamra! Tényleg? A kis mennydörg is látna? Miért támadt rám a vadászatnak vége? Aggódik egy nőstény miatt, aki eltűnt a vadászat alatt. Várandós. Szerinte a szíjuk vitték el. Ez lehetetlen! A mi törzsünk sosem vadászik várandós nőstényre. Talán elbújt valahová, hogy megszűjön. Vagy lehet, hogy eltévedt. Ha így történt, akkor veszélyben van. Könnyű préda a préri farkasok számára. Ne aggódj, megtaláljuk őt. Menjünk, kövessük a nyomokat. A farkasok csak enni akarnak, de ha éhesek, akkor semmi esélye nincs. Jakari! Jakari, hé! Vajon hova tűnhetett? Azt mondta, csak körülnéz. Egy farkas. Maradj mellettem. Ne félj, majd megvédelek. A barja túl kicsi és gyenge ahhoz, hogy elfusson előle. Tűnj minden, hagyd békén! Szígyed magad, ilyen fiatal borjat fenyegetsz, gyáva kukac! Köszönöm neked. Nagyon éhes lehetett, ha így rátok támadt. Ez az, igyál egy kis tejet. Nagy szükséged lesz az erődre. Köszönöm. Köszönöm, hogy megmentetted az életünket. Tiszta a levegő, nyugodtan indulhatunk. Ugorj fel, kis ember. A súlyod alig több, mint egy madártolla. Erről megkérdezném kis mennydörgést is. Farkasok! Úgy tűnik, a barátunk hozott egy kis erősítést. Ennyi farkassal már nem bírunk el. Perceken belül itt lehetnek. Most végre megmutathatom nekik, hogy milyen hegyes a szarvam. Túl erőben vannak. Valamit ki kell találnunk. Nagy sas! Ne feledd, Jakari, az emberek használnak olyan fényt, amitől a farkasok rettegnek. Milyen fényt? Tüzet! Köszönöm, nagy sas! Most elkapunk! Ne aggódjatok! Nem mennek megtámadni minket a tűzön keresztül! Tűnjetek innen! Nem kaphattok el! Menjetek innen! Tűnés! Tűnés! Elfogyott a fa! Ha kiasszik a tűz, egész biztos ránk támadnak. De én nem adom fel ilyen könnyen. Thank you.
Hagyjatok békén! Támadás! Ez bölényszem és kismendörgés! Vigyázz, mögötted van! Szervusz, drágaságom! Látod, így védi meg magát egy bölény, csak a fejedet kell használnod. Bölényszem, pont a legjobbkor, hogy te milyen bátor vagy. Csak megláttuk a füstjeleidet. Nem vagy túlságosan jó felderítő, de meg kell hagyni, hogy a füstjelekhez nagyon értesz. Nagyon köszönöm nektek! Köszönöm, hogy megmentetted őt, Jakari. Örökké emlékezni fogunk erre a napra. Bocsánat, hogy a szíjúkat gyanúsítottam azzal, hogy elvitték az asszonyomat. Szívesen segítettem. A bölények már sokat tettek értünk, ezért hálásak vagyunk nektek. Valóban ti vagytok a préri urai! Magyar hangok: Cető Ádám, Karácsonyi Zoltán, Ungvári Zsófi, Molnár Levente, Berzsenyi Zoltán. Gyártásvezető Gömöri Viktória. Magyar szöveg Bogdán László. Hangmérnök Jung Norbert. Szinkronrendező Gömöri V. István. A szinkron a Subway stúdióban készült.